Hetekkel ezelőtt leálltak a Pécsi Karolina kőfejtés rekultivációs munkálatai. Akik észrevették ezt, megpróbálták kideríteni, hogy mi történt, és ők nem hivatalosan azt az információt kapták, hogy ez magas üzemanyagárak miatt került erre sor, valamint amiatt, hogy az anyavállalat minden hasonló beruházást befagyasztott egy időre. A Karolina kőfejtést 1975-ben nyitották meg. A majdnem 30 évig üzemelő bányából 8,5 millió tonna szenet termeltek ki. 4 éve jelentették be, hogy a kőfejtés helyszínen 9,6 millió köbméternyi követ és 500 000 köbméter termőföldet töltenek vissza a területre, ahol a tervek szerint rendezett, gyepesített, erdősített területet alakítanak ki. A munkálatok egyharmadát a Pannon hőerőmű ZRT, kétharmadát pedig az állam finanszírozza. Érdeklődtünk mi is a cégnél, a Pécsi fűtőerőműnél, akik a rekultiváció egy részét végzik, ők pedig azt válaszolták kérdésünkre, hogy a már behordott meddőanyagnak ülepedésre van szüksége, és ezért állnak átmenetileg a munkák. Az általunk megkérdezett szakértők szerint azonban félúton, vagyis a projekt felénél ez a lépés oktalan, nincsen szükség ülepedésre, arra majd csak a beruházás végén kerül sor. Ismét megkerestük a Pécsi fűtőerőművet, hogy reagáljanak a szakértők által elmondottakra, azonban megkeresésünkre a cég már nem reagált. Megkerestük a Pécsi Városházát is, hogy adják ki nekünk a rekultivációs folyamatnak a pontos menetrendjét, azonban megkeresésünkre a Városháza nem reagált.